Sértessék a Jézus Krisztus! Érek, lassan véget ér a Szent Márton év, még a mai estét is Szent Márton életének, előzményeinek, hatástörténetének szánnám. Szombati napon a szombathelyi székesegyházban a záró szentmisén fogom befejezni a Szent Márton évet, legalábbis liturgikusan. Ti majd a Katolikus Rádió szombaton 10 órai kezdettel. Ma is, a mai napon, november 10-én a parlamentben egy nagyszabású konferencia volt Szent Márton életéről és koráról, és még Pilis Csabán is lesz, de az már decemberben, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rendezésében. Szent Mártonnak az előtörténetéhez hozzá tartozik az a világkép és az a kezdődő ókori kereszténység, amelyik főként Pannónia táján kezdett megvalósulni. Mint köztudott, Szent Márton a mai szombathelyen, Szaváriában született, Krisztus születése után 316 körül egy katona családba. Hát milyen módja volt akkor ennek a tartománynak? A kereszténység attól kezdődően, hogy Jézus megparancsolta, hogy menjetek el az egész világra, üldözések ellenére is hirdette az evangéliumot. Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében azt írja, hogy ő eljutott egészen Illíriáig, az ott a Balkánon van. A bátyaiaknak, a szomszédfalu népének a két háború között, amikor be kellett azonosítani a nyelvüket, úgy írták be az igazolványukba, hogy anyanyelve Illír. Vagyis onnét valók voltak a bátyaiak őseikben. Na már most a római birodalomra is ugyanígy jellemző volt a terjeszkedés, persze nem hitelvi szempontból, hanem katonai, politikai és gazdasági vonatkozásban. Pannóniát, vagyis azt a tájat, ami képzeljük el magunk elé a térképet, hogy Bécstől folyik a Duna lefelé, tehát nem csak a Dunántúlt, hanem egészen le Szirmiumig, Száva Szent Demeter volt ez a középkori Magyarországon, ott a Dráva-Száva környékén, az végül is mind Pannónia lett, és Augustus Claudius császár idején, aki Krisztus után 41-54-ben uralkodott, szállták meg a rómaiak ezt a területet. És a Duna vonalát elnevezték Limesnek, azaz határvonalnak, és végig rakták őrhelyekkel. Ebből még mind a mai napig is vannak föltárt területeket. Gondoljunk egy Aquincumra, gondoljunk Dunaföldvárra. Aztán a komáromi részen is volt erődjük, aztán lefelé is voltak erődök. Valószínűleg itt általában Kalocsának is lehetett, meg a Dunaföldvári erőd is, hiszen a mostani ásatások alkalmával találtunk római kori pénzt a császárság idejéből, amit biztos nem a helikopterről pottyantottak le, hanem átjöttek a kereskedők, katonák, annak a római világnak az emberei. És bent a dunántúli területeken is, én így mondom, ott is erődöket, erődítményeket, és mindegy 20 nevezetes várost építettek. De abban benne van Górzium, Tácz, benne van Szopiáné, ugye Pécs, és sok más ilyen föltár terület Zala megyében, és hát nevezetes természetesen Szavária, amit olykor Szaváriának is, B betűvel is írva is látunk. És ezen a területen
Hát alakult ki az a kultúra, amelyik egyrészt hozta a római világnak az eszmeiségét, amiben benne volt, ők a görögöktől sok mindent átvettek, benne volt a római kultúra, az ő vallási sokisten hitük, általában itt toleránsak voltak a sokisten hitre a rómaiak is, ugye ott a keresztényeknél az volt a problémájuk, hogy nem adták meg a császárnak az Istennek kijáró tiszteletet. És miután a római birodalom lenyúlt Egyiptomba is, hát ha nem is egy perc alatt, de évek során átjött az Ízisz kultusz, a napkultusz, az egyiptomiaknak a vallásossága, ezért is van az, hogy Szombathelyén van Ízisz szentély. Tehát itt ebben a világban minden volt, azt lehetne mondani, hogy egy ilyen multivallásosság élt együtt. És ebben robbant bele a kereszténység. Még annyit a területi megosztásról, hogy ők mondták azt, hogy van Felső Pannonia, Alsó Pannonia és van Valéria. A Felső Pannonia azt úgy lehet elképzelni földrajzilag, hogy Balaton fölött volt egészen a Dunáig. A második, a Déli Pannonia, az pedig lenyúlt Száváig, lenyúlt a Dráváig, éppen Szirmiumig, ami később püspöki szentély volt, és még egyszer mondom, ennek a középkorai neve Száva Szent Demeter. És a Valéria az itt a Tác, Gorzium, tehát amit a Székesfehérvártól lemegy egészen Pécsig, ez a Diokleciánus császárnak a lánya volt, a Valéria. És arról nevezték el azt a tájegységet. Na most, hát ide születik erre a tájra a kis, akinek az apja egy elég magas rangú katonatiszt volt a római hadseregben, Szaváriában. Most már tisztázódott, mert vitatkoztak azon, hogy most Pannonhalmán születette, vagy Szombathelyén, hát arról van szó, hogy Szombathely területén, Szaváriában született, de olyan nagy lesz a kultusza később Szent Mártonnak, hogy Szent István király, még erre kitérő fogadalomból a letelepített bencéseknek a helyét Szent Márton hegynek nevezte el. És hát ő Szaváriában születik, de mint a katonákra általában jellemző volt, ezek tovább-tovább mentek. Hát így az apját is elhelyezték, magas rangú katonatisztként is. És az ülei pogányok voltak. Az apja az is maradt egész életében, az anyját sikerült megtérítenie, megkeresztelnie. Az már egy kis anakronizmus, hogy a szombathelyi Szent Márton templom előtt állították fel azt a szobrot, amely azt ábrázolja, hogy ő megkereszteli az anyját, mert ők akkor már túl voltak, elmentek tovább arra Milánó irányába. És hát a kis Márton, aki az apja katonai foglalkozása után kapta nevét, mert ez a Mars istenből van, kis Mars, ugye a Mars a hadak istene volt. A március az a hónap, amikor elkezdték a hadászatot. A Mars istennek a tiszteletére, vagy annak a hónapjába. Most ő a kis Mars, mi már Mártonnak hívjuk, nagyon jó eszű, élénkeszű gyerek volt, és valahogy betévedt egy templomba, amely már a szabadságát élte meg, hiszen a 313-as Nagy Konstantini Milánói ediktum után Európa nyugati felében a kereszténység szabadságot kapott. Akkor még nem mondták, hogy Európa, egyébként ez Szent Kolumbántól való, ez az elnevezés, hogy Európa azon tájegység, ahol a nyugati kereszténység él. Vett egy templomba, látta ott, hogy vannak keresztények, és abban az időben nem gyerekkeresztelés volt, hanem legfőjebb fiatalkorban, de volt mikor felnőttként is, volt egy tanulási időszak, úgynevezett katekumenátus, 1-2-3 évig biztos, hogy eltartott. És ő fölvetette magát a katekumenek közé, a szülei akarata ellenére.
Lehet, hogy nem is tudták, de ő fölvetette magát, mert neki nagyon tetszett, sőt már valami sugallata is volt, hogy ő talán még pap is lesz. Igen ám, de az apja besoroztatta őt katonának, és hát ilyen korengedménye, 15 évesen már ő katona lett, mint a féle katonatiszti gyerek. És hát így történik az, hogy itt amilyen kapujánál látja a koldust, sokat megidézett jelenet, köpenyének a felét odaadja, megjelenik neki álmába Jézus, és azt mondja, hogy Márton, a hittanuló, velem tetted. Tehát az a gondolat, amit Jézus mond, ahogy amit a legkisebbnek közül nekem tettétek, tehát a legelesettebb embernek teszünk jót, azt nem csak annak az embernek tesszük, hanem magának Jézusnak is, ő ezt hallja vissza álmába. És ez egy óriási lökést adott neki, és 18 éves korában megkeresztelkedett. Ettől kezdve azon igyekezett, hogy ő leszereljen, de nem volt könnyű. Biztos alá kellett írni valamit, hogy mennyi ideig lesz katona, mert utána jött ez a kvietált katona élet, amikor már valaki házat vehetett, birtokot vehetett és élhette az életét. Na most a életrajzírója, aki nem más, mint Sulpicius Severus, ő még ismerte Mártont, ez egy jogászból lett megtért szerzetes, írta meg az életét, illetve egy Nollai Paulinus, aki Sulpicius Severusnak barátja volt, ezek kortársak voltak, annak van vagy 13 levele a Márton életéről, erről a korról, tehát így lehet összeállítani az ő életét, mert Szent Márton egyetlen egy sort le nem írt. Ezért ugye nem igaz az, hogy a költészettel tudja valaki csupán megörökíteni ércnél maradandóban az emlékét, ugye Horácius útak költők mondják, hogy exégi monumentum ére perennius, megalkottam ércnél maradandóbb emlékművemet. Sulpicius Severus megírta az életét, Márton semmit sírt, és mennyit tudunk róla. Ezek után ő azon mesterkedett, hogy leszereljem. És egy ilyen ütközet előtt, ekkor már lehetett 40 éves, mert körülbelül 25 évet szolgált. Sulpicius Severusnak úgy tűnt, hogy nagyon hamar leszerel, de nem, ki kellett neki tölteni azt a szerződéses időt. Egy ütközetbe mentek, hát gondoljuk el, hogy az az időszak volt az, amikor hol a hunok törtek be, hol mit tudom én, longobárdok, és ez a népvándorlás kora volt, és a tábor parancsnok előtte pénzt osztott a katonáknak, nyilván azért, hogy jobban harcoljanak majd az ütközetbe. És a Márton nem fogadta el, erre azt mondta neki a tábornok, hogy hát te nagyon gyáva vagy, hogyha nem, azt mondta, nem vagyok gyáva, akkor küldjék engem teljes fegyvertelenül az ellenség elé. És hát így írja róla Sulpicius Severus, hogy ott állt a két arcvonal, fogta a keresztet Márton, és egyedül fegyvertelenül ment a hadsereg felé, az ellenség és hadsereg felé, és akkor onnét elindult valaki, ma így mondanánk, hogy parlamenter, és békét kért ettől a hadseregtől. Ebben isteni csodát láttak, hogy Márton fegyver nélkül a kereszt jelével legyőzi az ellenség és hadsereget. Na, ekkor ő aztán le is szerelt, és hát Poitiers püspökéhez, Hilariushoz elment. Ez mind Franciaországban van, vagy akkor nem is Franciaország volt, Gallia volt. Oda elment, és hát ő ott jelentkezett. Ő benne volt a vértanúság vágya, ugyanis azt tudta, hogy az a vidék, ahonnan ő származik, főként Sirmium, amit előbb is említettem, nagyon sok vértanút adott. És az a városban, Szaváriában is ismert volt, hogy 304-ben, ez még a fölszabadítás előtt volt, a környék legnagyobb püspöke, Quirinus, vértanúságot szenvedett. És akkor még benne volt az emberekben, a keresztények, hogy ők is vértanúk legyenek. Egyébként Szent Márton az az első olyan szent, aki nem vértanúságáért kapta a szent fokozatot, mert előtte csak a vértanúkat avatták szenté. Utána már a hitvallókat is, és e tekintetben, hát Márton úttörő, de ő
képes lett volna arra is, hogy akár vértanúságot szenvedjem. Elmegy oda Hiláriushoz, az fölveszi a papok közé, vagy a papnövendék közé, mondanánk ma, diákonussá szenteli, és abban az időben még a papság fokozatai között ott volt az egzorcista, az ördögűző. Ma is van ördögűző az egyházban, aki hát imádkozik a gonosz lélektől megszállt emberek megszabadításáért, de nem tartozik már a papi alsóbb rendek közé, mert kivette belőle a II. Vatikáni zsinat. És talán ennek is köszönhető, hogy abban az életrajzban, amit Sulpicius Severus ír, abban többször ilyen ördögi küzdelmekről is szó esik, hogy ő küzdik vele, mert találkozott olyan emberek, akikkel megszállottak voltak, ördögtől megszállottak. Egyébként több csodás dolgot is tesz, és hát miután őt pappá szentelik, ott Marmutyében, meg Ligzsében ilyen szerzetes közösségeket, kolostorokat alapít. Tehát ő nem lett, hogy így mondjam, világi pap, ő szerzetes lett. És a rendszabályokat attól az egyiptomi szerzetestől, akiről mi már nagyon rég beszéltem, Pakuminustól vette át a szabályokat, de valamiképpen nem ilyen remete cellába meghúzódó szerzetesség volt az övé, hanem hittérítő is. Tehát ott is éltek közösségben, nagyon puritánul, nagyon aszkétán, de ugyanakkor így pasztoráltak is, kimentek a pogányok közé, a faluba, ugyanis korábban a városokban volt a kereszténység. Falun nem volt kereszténység, ott voltak a pogányok, a falusi emberek voltak a pagánusok, és a falun éltek ezek a félig tudatlan, félig hát ilyen egyszerű emberek, és ők ezek közé mentek ki, mert rájött arra Márton, hogy nem elég csak a városban ott lenni, hanem el kell menni az egyszerű emberek közé és a falura is. És hát ő így éli az életét, ott mint szerzetes, és hát megörül a túri püspökség. Ezért hívják őt Túri Szent Mártonnak. És hát ide jön az a szép legenda, hogy ő nem akar püspök lenni, Elbújik a megkeresők elő, és bebújik az ólba, és akkor ott a libák elárulják, mikor keresik ott gágognak, hogy ott rejtőzködik. És akkor úgy előhozzák, és hogy így mondjam, hát rábeszélik arra, hogy legyen püspök. Hát aztán így jön a liba pecsenyének a mártonnapi szokása, bár azt mondják egyesek, hogy lehet, hogy a római ilyen liba pecsenye áldozatot is átveszik, de lényeg az, hogy benne van Márton lúdjába ez a történet is, és ő túrpüspöke lesz, de megőrzi a maga szuverenitását, mind az állam felé, mind a püspökök felé. Ugyanis ez az időszak az, amikor már kezd kialakulni az államegyházi rendszer. Mert azáltal, hogy felszabadította Konstantin a kereszténységet, nem csak jogokat, hanem kötelességeket is adott neki. Miután nyugaton összeomlott egyre jobban a római állam, és azt látjuk, hogy mit jelent, ha összeomlik az állam, gondoljunk itt az afrikai, észak-afrikai államokra, hogy állam összeomlik, ott óriási káosz van. Ezért, amikor mi szidjuk az államot, hogy minek az állam, meg miért szed adót, hát ezért kell az állam, mert ha nincs állam, ott káosz van. Na most összeomlott a római birodalomnak az állama, hát nem egyik persze a másikra, hanem fokozatosan. És ott sorozatosan a püspökök vették át a városokba az irányítást. Mert őnekik volt kellő intelligenciájuk, egyházszervezetük, és átveszik, és ezért is van az, hogy minden jelentős város még a középkorban is püspöki székhely volt. Esztergom, Kalocsa, Eger, és így tovább. Tehát nem beszélve ugye a fővárosról, Székesfehérvárról, ugye? Akkor még nem volt Buda Magyarország fővárosa. Tehát átveszik, de nem csak jogokat kapnak, hanem kötelességeket is. És ott, ahol a hatalommal kell nekik érintkezni, előbb-utóbb korrumpálódnak az emberek. Mert hát egyrészt be kell hajtani dolgokat,
pénzekkel dolgoznak, állami hivatalnokok lesznek, és ez egy nagy problémát okozott. Ugye ezért is hát fölmerül a kérdés, hogy a konstantini fölszabadítás mennyiben volt jó. Hát egy bizonyos, hogy ahhoz, hogy szabadon működhessünk, föl kell szabadítani az egyházat. Ahhoz, hogy tömegekre tudjunk hatni, ahhoz kötelezővé kell tenni bizonyos dolgokat. Legyen az iskoláztatás, vagy akár, mit tudom én, törvényeknek a megtartatása. Igen ám, de ez a folyamat átbillent a másik oldalra. Főként akkor, amikor bizonyos kiváltságokat kaptak a püspökök. Akkortól kezdve az az eredeti evangéliumi radikalizmus elveszett. És már csak a szeretetesség őrizte sok helyütt meg, hogy legyenek úgy, ahogy Jézus megparancsolta az evangéliumban. És hát volt egy nagyon nehéz eset, mert az az időszak az arianizmusnak és más eretnekségnek volt az ideje. Amikor Márton Pannóniában született, itt a kereszténységnek egy jó része ariánus volt. Az a fajta kereszténység, amelyik Árius nyomán, ez egy pap volt, azt tanította, hogy Jézus nem egyenlő az atyával. Csak olyan hasonló isteni tulajdonságokkal bíró, de nem egyenlő. Ha emlékszünk még rá a Madács ember tragédiájának a homoousios meg iusios problémája, ezért volt hasonló, vagy egyenlő az atyával. És hát a níciai zsinat 325-ben kimondta, hogy egyenlő az atyával. Emberi testet öltött, de második isteni személyként egyenlő az atyával. Na most ez egy létkérdés volt a kereszténység számára, hogy vallja-e Jézus Krisztus istenségét. És elég voltak olyanok, akik nem csak hogy nem vallották, hanem még másféle eretnek dolgokat is fölvettek. És így volt egy Priscillianus nevű tanító, aki ugyanakkor nagyon-nagyon radikális volt. Tehát pápább volt a pápánál, mondhatnánk ma, hogy a erkölcsi életben, még mindenben olyan kívánságai voltak Priscillianusnak, hogy házasságot tiltott, meg sok minden, ami miatt hát úgy ferde szemmel néztek rá akkor. És hát odáig ment hosszú a történet, hogy elvitték a császár elé, mert a császárnak volt büntető jogi lehetősége. És hát sajnálatos módon ez volt az első olyan eset, amikor valakit tévhitéért már a keresztény érába kivégeztek. Ilyen volt sajnos, meg kell mondani, több. És ez egy szégyen. Hát ugye az inkvizíciónak voltak ilyen tettei, de hát a protestantizmusnak is említettem, hogy Szervét Mihályt, meg másokat is ugye hát halálra ítéltek, mert nem vallották azt a hitet, amit mondjuk a keresztények vallanak. Na most, ezt nem akarta Márton, ezt nem lehet megtenni, mondta. És ő nem csak harcolt az arianizmus ellen, hanem harcolt azért is, hogy a keresztény hit az szabad legyen. Hogy azért ne lehessen megbüntetni így egy ember, és hát sajnos kivégzik, és utána teljesen, hát hogy így mondjam, visszavonul, éde az életét, a püspökökkel sem nagyon találkozott ettől az időtől kezdve, mert ő ezt nem helyeselte, és bántotta a lelkiismeret, hogy miért nem lépett fel erőteljesebben Priscillianusnak a megvédéséért. De hát ez megtörtént, és ő neki ugye nagyon nagy konfliktusa volt kora püspökeivel is, ugyanúgy az állami hivatalnokokkal. És hát így éli az életét Túrban, és hát ugye részben a szerzetesség, részben a egyház szervezetnek az ügyes-bajos dolgait intézi. Majd záró befejezésként azt a jól ismert részt olvasom föl, amikor egy ilyen békítés után szerzetesei körében meghal, hogy hát hogyan is és mint tette ezt. És hát közben ugye egyre jobban terjedt el a híre, nagyon nagy
elismertségre tett szert Márton és a franciák ősei, a gallok, ő benne látták a hittérítőket. Ugyanúgy, mint még Gellértben, meg ott a hiszpániai részen. Tehát akár a Klodvigok, akár a Merovingok, aztán később a Karolingok, ezek a franciáknál olyanok, mint nálunk az Árpádház, vagy a Jagellók, és így tovább, ezek mind-mind nagy tisztelettel voltak Szent Márton iránt. Sőt, a köpenyt, a megmaradt köpenyt is őrizték, hogy az hogy maradt, még ki tudja, de meg volt. A fél köpeny, amit neki nem lehetett odaadni sem, mert az a kincstáré lett volna. De lényeg az, hogy megvolt a köpeny, és ezt őrizte egy testület. A köpeny latinul kappa. A testületet egy papokból álló, majdnem úgy, mint a kanonok, akik együtt állnak, és hát egy testületet alkotnak, és ezek lettek aztán a káplánoknak az ősei. Ugyanis kétféle megokolása van a káplánoknak, hogy voltak a kápolnák, azoknak a papjai, de ez a megokolás is, hogy ők a Szent Márton köpenyét, a kappát őrizték, és ezek lettek aztán a káplánok. De akkor még nagyobb rangot jelentett a káplánság, mint a mostani időkben. Hát gondoljunk arra, hogy a Lajosnak, a káplánja, a francia királynak ugye, megalapítja a francia egyetemet. Ugye? Tehát a Sorbont, a Sorbon Lajos volt a káplán. De hát az olyan nagy valaki volt, hogy egyetemet is tudott alapítani a házi káplán. Ez csak egy kis ilyen kultúrtörténeti adatlék, és hát ugye ez a szellemiség terjed tovább. Szent Benedek ismerte Mártonnak az életét. És átlátott benne Szent Mártonba, mert a szerzetes volt Szent Márton, és nagyon tetszett az élete, és nem véletlen, hogy a kolostorok közül nagyon sok Mártonról van elnevezve, illetve titulusa, védőszentje a kolostornak Szent Márton. Így például a leghíresebb, legősibb bencés kolostor a Monte Cassino. Ott a védő szent Szent Márton. De hát a franciáknál, a spanyoloknál a templomok garmadája Márton lett. A középkori Magyarország is, miután Szent István király átveszi ezt a Szent Márton kultuszt, 300 valamennyi 50 temploma volt a középkori Magyarországnak, amely Szent Márton tiszteletére volt szentelve. Hát, ahogy említettem, tehát a különböző gall-francia dinasztiák Szent Mártot különösen tisztelték. És tisztelte ugye Nagy Károly is, a kis Pipinnek a fia, és hát az Alcuint, az ő kulturális vagy kultuszminiszterét megkérte, hogy szedje össze azokat az ismeretanyagokat, ami Sulpicius Severusnak a Szent Márton életéről szóló iratán túl létezik. És Alcuin összeszedte. És ez egy nagyon ismert legendárium, ami annyit jelent eredetileg, hogy olvasandó anyag, volt a középkorban. És hát ami Szent István királyunk, példaképnek tartotta Nagy Károlyt, és átvette Nagy Károly udvarából, igaz 200 évvel előtte írt, a Szent Márton kultuszt. És hát leírja a Szent István nagy legendája, hogy amikor ő küzd koppánnyal meg lázadókkal, akkor olyan zászlókat készített, amin Szent Márton alakja föl volt festve. És megfogadta Szent István király, hogyha győz a csatában, akkor Szent Márton tiszteletére kolostort létesít. És hát ott ez a Szent, még akkor István fejedelem volt, hogy a Márton hegyen, a későbbi Pannonhalmán, ott létesítette a bencés kolostort,
Ezért is a bencéseknek mind a mai napig nagy tiszteletében van Szent Márton, a pannonhalmi bazilika ékes kapujánál ott a jelenet, hogy ketté vágja a köpenyét. És hát átveszi Szent István királynk és Magyarországnak, magyarok nagyasszonya után ő lesz a második védőszentje. Ezt kevesen tudják, ugye magyarok nagyasszonyát meghagyta, hogy az legyen a fő védőszentünk, de a második Szent Márton püspök volt. És hát Szent Mártonról nagyon sok történet is fönnmarad, éppen Sulpicius Severus nyomán, még a humoráról is, hogy hát egyszer látja, hogy egy birkát megnyírtak. És azt mondja, hogy itt megtartották a jézusi parancsot, mert ugye Jézusnak van ilyen radikális kitétele, hogy ne legyen két ruhátok se, hanem adjátok oda. És akkor azt mondja Szent Márton, ez a birka, levetette a bundáját, neki maradt a bőre, hogy másokat ruházon, hogy mennyire megvalósította az evangéliumi radikalizmust és hát törvényt. Tehát ilyen dolgok is, és hát, hogy kivel, mert ugye nem csak az az egy eset van, hogy ő a koldusra ráteszi a ruháját, a köpenyét, hanem azután sok más ilyen felebaráti szeretet, jótettét jegyezték föl. Ezért is valamiképpen Európában, a nyugati kereszténységben a karitászok, a szeretett szolgálatok, mind Magyarországon, mind külföldön előszeretettel kapcsolják a Szent Márton napja tájékához az ünnepüket. Nekünk még pluszba ott van ugye Árpádházi Szent Erzsébet is, de hát Szent Márton is, akinek hát a felabaráti szeretet tettét azt megemlített, meg emlékezik róla a világ. És hát Magyarországon a Szent Mártonnak a kultusza az olyan nagy lett, hogy teljesen így mondjuk, hogy inkulturálódott. Ha valaki fölüti a Bálint Sándor könyvét, aki a legnagyobb szakrális néprajznak a tudósa volt Magyarországon, sokakat befogott a munkába, fölgyűjtötte egész Magyarország, Nagy-Magyarország területén, hogy milyen vallásos népszokások élnek, és hát óriási munkát végzett. A Szent Márton napjára eső népszokásoknak sok oldalt szán, hogy él tovább-tovább az embereknek a tudatában. Hát ugye nem csak ez a Márton napi lúd van, hanem még a Márton napi lúdnak a mellcsontjából ugye még jövendőtek is, hogy milyen tél lesz, hogy lesz a lámpjönös kiállítás, akkor hát ugye fölidézik a alakját különböző ilyen népi játékokban. Most újabban hát látjuk azt, hogy az óvodásoktól kezdve népszokásokon át mindenütt megvan a Mártonnak a tisztelete, ami nagyon régi, középkori eredetre megy vissza. Szent Mártonnak ugye ezáltal a kultusza az európaiságnak összekötő kapcsa lett. Mert hát ő is egy európai szent, mondhatnánk, holott akkor még nem nevezték Európának, de annak a Benedeknek, aki Európa fővédő szentje, Szent Benedeknek lett a példa és mintaképe. És hát a magyarok pedig, miután Szavária a mai Szombathely területén született, a magyar szentek közé sorolják. Ha valaki elmegy Pozsonyba, a koronázó székesegyház szögletébe
látja Donnernek a szép Szent Márton szobrát magyar huszár képébe. Hát ugye ezt meghagyták, ezt még nem bontották le a szlovákok se, mert hát Szentről van szó, meg hát ugye a katolikus egyháznak a szentje. Úgy ábrázolja ott a szobrász, hogy magyar huszárként adja oda a köpenyét. De ugyanígy, ha megnézzük az oltár képeket, magyar földön nagyon sokszor ez a magyaros vonása tükröződik Szent Mártonnak, hiszen a középkori magyarság az sajátjának tekintette. Szent Márton hatástörténete az azért is nagyon nagy lett, mert ő Krisztus katonájának mondta magát. Eddig azt mondja, császárt szolgáltam, most pedig Krisztus katonája leszek. Minden ilyen küzdelmes életformák, státusokban őt úgy tekintették, mint egy küzdő embert, aki Krisztus katonájává válik. Ettől függetlenül a hadseregek is szívesen beillesztették a védő szentjeik közé. Ugye nem csak Szent György, hanem Szent Márton is valamiképpen a középkori katonaságnak lett a védő szentje. És hát így van előttünk a maga radikalizmusával, a maga megtérő életformájával, és éppen ilyen változó korban, amiben mi élünk, jó példa lehet, hiszen a római birodalom a 300-as évekre nagyon hasonlatos volt a mostani unióhoz. Hogy nagy volt így a gazdasági potenciája, de recsegét ropogott. És hát ilyen széthulló félve volt akkor a római birodalom, mindenféle eszme bejött, és ő ugye rátalál hittanulóként az igazi keresztény hitre. Tehát mondjuk abban a korban sem volt magától értetődő, hogy valaki keresztényé lesz. Szaváriában, Szombathelyen ősidőktől nagyon nagy a kultusza. Az a domonkos templom a városban a Szent Márton emlékét őrzi. Úgy tartja a hagyomány, hogy ott volt a szülőháza Szent Mártonnak, és ha templom előtti szoborra gondolunk, az pedig épp az a jelenet, amiről említést tettem, hogy az anyját visszajön már felnőttként is megkereszteli. Az apját azt nem tudta megkeresztelni, az nem vált keresztényi meghagány hitben. Szent Mártonnak a élet végét, történetét, azt mindig olvastatja velünk az egyház az ő ünnepén. Ezt érdemes fölidézni, hiszen roppant tanulságos. Sulpicius Severus, az életrajzíró azt mondja, hogy még miért se tudná elmondani azt, ami Szent Mártonnal történt, olyan csodálatos és olyan nagy dolgok, hogy Homérosz volt az ókornak a Goethéje, hogy úgy tekintettek rá, hogy hát az a legnagyobb költő fejedelem, még annak a szókincse is kevés volna ahhoz. Ez nekünk már így ebből a távolból ez nem eléggé ismert. Minden esetre jellemét ez a rövidke részlet is hát jól megmutatja. Még talán annyit, hogy mi, amikor itt dunántúli tájakat járunk, akkor éppen a régészet az, ami visszahoz abból a korból valamit, a temetők, a bazilikák, a Krisztus monogramú képek, a különböző falfestmények, Pécset gyönyörűek, Aquincumban meg lehet nézni, Szaváriában, hogy itt valóban nagyon nagy keresztény múlt volt már a magyarok honfoglalása előtt is, és ez Szent Mártonnak a korát idézi. Élete végéről a papi Zsolozsmában.
Márton jó előre tudta halálának idejét, és meg is mondta a testvéreknek, hogy közeleg már életének vége. Egyébként 391. november 8-án halt meg. Közben Kandé egyházmegyét mégis meg kellett látogatnia. Egyenetlenkedő papjai között ugyanis helyre akarta állítani a békességet. Bár tudta, hogy földi életének napjai meg vannak számlálva, mégsem vonakodott a nemes cél érdekében útnak indulni, úgy gondolta, hogy méltó megkoronázása lesz erényeinek, ha sikerül helyreállítani a békét az egyházmegyében. Ma akkor is volt veszekedés. Még ott tartózkodott tehát az egyik faluban, illetve az egyházban, ahová ment. Miután pedig helyreállította a békét, és amikor már visszatérni készült a monostorba, hirtelen elhagyta testi ereje. Erre összehívta a testvéreket, és jelezte nekik, hogy nem sokára meghal. A szomorúsággal és gyásszal eltelt testvérek ekkor így siránkoztak. Miért hagysz itt minket, atyánk? Elhagyatottságunkban kinek a gondjára bízol minket? A ragadozó farkasok támadják meg nyájadat. Ha nem leszel pásztorunk, kivéd meg bennünket, hogy prédájukká ne legyünk. Tudjuk ugyan, hogy Krisztus után vágyakozol, de jutalmad megmarad, s nem lesz kisebb akkor sem, ha később nyered el. Szállj meg hát inkább minket, akiket elhagyni készülsz. Ekkor sírálkozásuktól megrendülve, Márton maga is könnyekre fakadt, mert Istennel teljesen egyesült lelke készséges volt a segítségükre. Mint egy a sírálkozóknak válaszolva, így imádkozott az Úrhoz. Uram, ha népednek még szüksége van rám, nem vonakodom a munkától. Legyen meg a te akaratod. Zárójelben mondom, hogy Márton Áron innét vette a jelmondatát, non recuso laborem, nem vonakodom a munkától. Ki tudná elmondani a szent férfi nagyságát, akit nem tört le sem a lelkekért végzett munka, sem a halál nem tudott rajta győzelmi diadalt aratni. Ezért nem akart maga választani, mert sem a haláltól nem félt, sem a munkás élettől nem vonakodott. De szemét és kezét állandóan az ég felé emelve nem szűnt meg rendíthetetlen lélekkel imádkozni. Amikor pedig a köréje gyűlt papok arra kérték, hogy forduljon a másik oldalára, és így könnyítsen törékeny testén, azt mondta, hagyjatok testvéreim, hagyjatok, hadd nézzem inkább az eget, mint a földet. Az Úr felé törekvő lelkem, hadd induljon útjára. Ekkor a gonosz lelket pillantotta meg, maga mellett rászólt. Mit ácsorogsz itt, vérengző bestia? Rajtam nincs semmi keresni valót, te gyilkos. Ábrahám kebelére jutok. Ezekkel a szavakkal adta vissza lelkét Istennek. Márton törvendezve fogadták Ábrahám kebelére. A szegény és alázatos Márton gazdagon ment be a mennybe. Ezt írja róla, ugye Sulpicius Severus, ilyen szép gondolatokkal, hogy a szegény és alázatos Márton gazdagon ment a mennybe. Ugye a őskeresztényeknél ez a fölfelé tartás a kéznek, ez volt az oránsz. Így mondták, hogy ők nem így tették a kezüket, mint mi, hanem így, és ő is így tette föl. Ez lehet látható keresztény ókori ábrázolásokon, hogy így imádkoztak, és hát Márton is így tette a kezét halálos ágyán. Hát letellik lassan a 1700 éves Márton év, hát maradjon meg úgy az emléke és példája, hogy hitünket meg kell vallani, hitünkért ki kell állni, és a felebaráti szeretet tetteit pedig gyakorolni kell. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Amen.